másképpen lefordítva ez úgy is fogalmazhatjuk, hogy nincs magyar csoda a Bajnokok Ligájában, nem lesz a legjobb 32 között szereplő. Mindenesetre azért megpróbáljuk majd két perc múlva még értékelni a ma látottakat Illasi Tibor és Zombori Tánis Sándor társaságában. Maradjanak velünk! Hát már az első félidő végén előttem azt a poént, hogy most nem lesz öröm értékelni, ez most többszörösen is igaz már. Mindenesetre két nézői véleményt még mielőtt megmutatnánk a teljes krónikát, azaz a reakciót, gyorsan felolvasok, mert hogy ezek is benne lesznek majd az összefoglalóban, és Zombori Sándor, illetve Illasi Tibor akkor majd külön is reagál rá. Kenesei hibája, hogy nem ugratta ki Egresit, amikor kellett volna, ez egyébként az 55. percben volt. Ha egy ilyen helyzetet kihasználunk, akkor lehet, hogy már is más lett volna a meccsképe, ezt küldte Bacsi. Aztán a másik, ez a 11-es, egyszerűen nevetséges. Minden kapus nyújtott lábbal jön ki, hogy a csatár ne támadja meg a hazai pálya előnye. Ezt Sziszka küldte Hevesről, tehát ők is figyeljenek majd, és figyeljék majd Illasi Tibor, illetőleg Zombori Sándor véleményét is, akkor, amikor majd elkezdjük hamarosan pillanatokon belül a reakciót, azaz a mérkőzés teljes krónikáját. Gyorsan megvolt az egyenlítés, ez a 6. perc eseménye. Kim Scholes, Budisa és Urbán is lemarad, Van Nistelrooy nem, Ilics mellett, ahogy kell, szépen bepasszolja. Ahogy erről beszéltünk már a félidőben, ez egy sajátosan manchesteri akció volt, szépen befejezve. Ez meg egy zseniális szabadrúgás, ilyet már láttunk tőle, rettenetesen pontos. Hát ezt nem is kell kommentálni, ezt nézegetni kell reggeltől estig. Hát fantasztikus, innen a hátsó kameraállásban, hogy nem is tudom, mi fért volna a labda és a kapufa közé még, de talán semmi. De hogy kárpályatos gól, az sajnos meg kell. Aztán a 21. percben már minden remény elszállt, tessenek figyelni még egyszer. Bekem itt van a jobb oldalon, ahogy szokta, bekanyarít. Scholes-tól elpattan, de megint egy kis segítség Budisától, meg Urbántól, 3-0. Igen, hát itt már beszéltünk arról, hogy szerencsés gól volt, de hát azért az Ete védői itt már komolyan meg voltak fogva. Akkor nézzük a második félidőt, egy lopott labda, Kenesei mehet, na itt kellett volna adni állítólag Egresinek a labdát, de hát ezt mondjátok meg ti, hogy mi volt a helyes vagy a helytelen. Itt az egyértelmű, hogy Keneseinek passzolni kell, teljesen jól látta az SMS-ező, igaza van. Ez fölösleges volt. Ütembe a Kenesei odapasszolja a labdát, akkor Egresi esetleg gólt kaphatott volna. Na, a következő kérdésem az angol kommentátor azt mondta, hogy itt önzetlen volt Giggs, de minek? Hát valóban így van, mert abban a pillanatban tempóba kilép a védő közül, szembe vitte van a kapussal, aláemel. Itt várt, és ez a két védő az már lezárt ott a rövid sarkot. Egy kiugratás Van Nistelrooynak, ajtó-ablak helyzet, ez ajtó fölé rúgja. Igen, hát itt már úgy kezdett olyan edzőmérkőzési jelleget ölteni a találkozó, egy picit elkapkodta a Nistelrooy, nagy volt akart rúgni. Egyébként is elemében volt az egész mérkőzés során, aztán itt jön egy kiállítás és 11-es a nézői vélemény szerint. Ez egy nevetséges 11-es volt, nektek más a véleményetek, nekem is. Hát itt a visszajátszásban egyértelműen látni, hogy a kapus már gyétó bevette a labdát, és még utána fölé rúg Van Nistelrooynak, ezt nem illik. Semmit, sem, sehol, ez egy súlyos sérülésnek az eredője lehet, úgyhogy jogos kiállítás. Aztán Nistelrooy gyorsan meggyógyult, és Turinak bevágta a 11-est, ezzel lett 4-0. Hát nem egy bosszú. És jött a kegyelem döfés a 84. percben. Tessenek majd figyelni. Egy nagyon szép bokából indított labda Giggs-től, egy Chel Solskjaertől 5-0. Hát ez sakmatra kijátszott. Jól helyezett, amit Solskjaer nem nagyon szokott kihagyni.
Minden esetre az a lényeg, hogy a két mérkőzés összesített eredménye alapján végülis a Manchester United lesz ott a legjobb 32 között, és várhatja a Monte Carlo-i sorsolást, amely csütörtökön lesz, és erről élőben adunk majd közvetítést. De akkor térjünk vissza még gyorsan erre a mérkőzésre. Szerintem nem önmagában az eredmény tényszerűsége elszomorító, hanem az, hogy ezt az eredményt egy önmagához képest jól játszó Zalaegerszeg érte el. Tényleg fényévekre vagyunk tőlük, Predrag? Tényleg. Tényleg? Tényleg. Én őszintén szólva, ez az én saját véleményem, de aztán utána, amikor az első gólt bekaptuk, akkor láttam, hogy ha itt még, akkor úgy véltem, ha itt még meg tudjuk ismételni az, ami 55 percig itt Budapesten, az akkor Népstadion, most már Puskás Ferenc stadionban történt, akkor nem igaz ez a fényév. Igen, csak ne felejtsük el, hogy más Manchester játszott a Puskás Ferenc stadionban, és egy teljesen más Manchestert láttunk ma. Óriási különbség van a két csapat között, nem a játékos, a játékosok között is, akik Budapesten, hogy mondjam, a tudásuk 20%-át nyújtották, itt mondjuk már a 60-at. Na, erről a 20%-ról majd még lesz szó, de előtte Nyilasi Tibortól kérdezném, nem úszik el az ETL jövő évi nemzetközi szereplése azon, hogy mindent feltett erre a mérkőzésre? Valóban jogos a kérdés, és én is gondolkoztam ezen, de én azt remélem és abba bízom, hogy nagyon sokat tanultak az zalaegerszegi futbolisták, nem csak ők, hanem az egész magyar futballtársadalom ebből a két mérkőzésből. Hát sajnos az zalaegerszeg sok pontot elvesztett a bajnokság elején, de ha tanulnak tehát ebből... Tehát még az elején vagyunk. Igen, de azok a pontok már nem jönnek vissza. De ezek a játékosok felvérteződve ezekkel az élményekkel továbbra is sikerre éhesek lesznek, akkor szép sikerek előtt állnak. Ha fejükbe száll a dicsőség, mert azért volt dicsőség ugye az első mérkőzésen, a Népstadionban ugye azt soha nem fogjuk elfelejteni, akkor bajok lehetnek. Tehát helyén kell kezelni ezt a történést, és jól kell kijönni belőle. Hát a következő véleményíró Pityu Békés Csabáról biztos, hogy látja itt a Sportegyen a bajnoki mérkőzéseket, mert azt írja, hogy a Manchester United 20%-át adja a Chelsea elleni teljesítményének, vajon hány gólt rúgnának, ha elkezdenének focizni? Hajrá Békés Csaba, ezzel fejezi be, és ezt még 3-0-nál írta. Az az igazság, hogy én egy picit erősnek tartom ezt a megfogalmazást. A Chelsea ellen valóban a második fél időben sokkal nagyobb energiát kellett mozgósítani a Manchesternek, de hát ott a Chelsea volt az ellenfél, és nem az zalaegerszegi. Itt szerintem ők nagyon is mozgósították minden energiájukat. Az, hogy a mérkőzés 60. percétől kezdve már, hogy úgy mondjam, edzőmeccsé alakult ez a találkozó, az azt mutatja a két csapat közti, a két csapat játékosai közti fizikális felkészülésbeli különbséget. A Manchester United együttese tehát ott van a Bajnokok Ligája 2002-2003-as nagy mezőnyében, a 32-es táblán. Ma még további négy csapatnak volt lehetősége kiharcolni a manchesterieken kívül a bejutást. Hát nézzük akkor az eredményeket, a sárgásak a továbbjutók. A Sparta Prahától Prágában 4-2-re kikapott a belga Genk együttese, de így az idegenben lőtt gólokkal, mivel hogy 4-4 a két mérkőzés összesített eredménye jutott tovább. A Feyenoord pedig Törökországban és Isztambulban is nyerni tudott a Fenerbahce ellen, így összesítve két győzelemmel 3-0-val jutott tovább. Egyet ugrunk, a Bayern München Belgrádban 3-0-ra, odahaza 3-1-re verte a Partizán Belgrád együttesét. És kérem szépen, igaz, Ronaldo nélkül, de az Internacionale odahaza nyerni tudott a Lisszaboni 0-0 után a Sporting ellen 2-0-ra. Így aztán ők is várhatják a csütörtöki sorsolást. Ez ugye Monte Carlo-ban lesz, és szeretném még egyszer fölhívni a figyelmüket, akkor már a másik 11 együttessel is kiegészül majd a mezőny, és élőben fogjuk közvetíteni a sorsolást, mert ugye a közvetítésben is többször elhangzott Hajdú Istvántól, hogy itt a Sportegyen továbbra is láthatnak majd kedden és szerdán is mérkőzéseket ebben a szezonban is. Ez a jó hír, Zombori Sándornak és Nyilasi Tibornak pedig köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottatok, és remélem a rossz eredmény ellenére is önök hűségesek maradnak a Sportegyhez. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!